Nagy valószínűséggel minden jel arra mutat, ha volt ősnyelv, az a mi nyelvünk volt. Legalábbis annak egyenes folytatása, legrosszabb esetben is. Magyar nyelv ugyanis nem csak egyszerűen egy nyelv a többi között, hanem sajátos tulajdonságai vannak. Magyar nyelvnek van emlékezete, a magyar nyelv az, hogy ragozó és képző, kell dolgozó nyelv. Ez azt jelenti, hogy a ragok valaha önálló jelentési szavak voltak, azok ma is, ha nem is gondolunk rá, a nyelv ezt tudja. Tehát ő tudja, hogy a naknek, ennek, annak, amannak az ugyanaz. Hogy a ról, bórből, belőle, ettől, attól, amattól, ezek benne vannak, ez a tól, például benne van a tolmács szavunkban, valakitől más. Benne van például a tolvaj szavunkban, ettől, attól, el, tulajdonítól. Tehát a ragok és a képzők egyrészt tovább ragozhatók, tovább képezhetők. Óriási lehetőség van a változatokra. A magyar nyelv alapja, ősi alapja a logika és a matematika. Sőt, minden magyar ember, akár tudja, akár nem, a kettes számrendszer szerint gondolkodik és beszél. És ehhez alakult a nyelv is. Ez a kettes számrendszer nem más, mint egy a világnak az az ősi felismerése, hogy akkor egész, és itt megállok, mert az egész szavunknak az elejében ott van az eg, ez ugyanaz az eg, mint a halotti beszédben az ig, Heon tiltőha őt igfa gimilcsitől, azaz egy fa gyümölcsétől, ez az egy. És még egyszer előfordul a halotti beszélben. Tehát az egész, az az egész ember, az az egészséges ember, akinek két keze, két lába, két füle, két térde, stb. Van. Tehát az az egész, amely kettő. Ez működik úgy is, hogy egy sorszavunk, amely egyel kezdődik, például egyenlet. Két része van. Egyenlő. Két része van. Kiegyenlít. Ugyanaz van, mint a két oldalom. Van legalább 80-100 szavunk, ami egyel kezdődik, és kettő, legkevesebb kettőről szól. Például együtt. Legkevesebb ketten vannak. Együttes. Abban is legkevesebb ketten vannak. Egyveleg. Abban is legkevesebb két dolgot keverünk össze. Ez az egyvel egy valójában. Csak az utolsó gyé az lekopott. Tehát a magyar nyelvre a matematika a köznapi beszédben is jellemző. Mondok egy példát. Azt mondom, hogy megvettem. Vagy azt mondom, hogy vettem. Ezeket a próbákat én elvégeztem 80-100-200 ember előtt, hogy ilyen szavakat mondtam, amelyekben szerepel ez az ige kötő meg. Ugyanolyan hangsúlyon mondtam, mégis mindenki azt mondta, hogy az a szó a hangsúlyosabb, amelyikben a meg ott van. Hát honnan? És miért? Miután mindennek oka van, mint mondtam, logika, nagyon egyszerű, a magyar nyelvben a megnek egy különleges szerepe van. Az összeadás szerepe, a növelő szerepe, 5 meg 8, 28 meg 35. Tehát ez, hogy ezt a meg képviseli, a nyelv tudja. Éppen ezért, ha nem is hangsúlyozzuk, de használjuk, megláttam, megtudtam. A megnek ez a nyomatéka, ez az ereje, a számokból következő ereje ott van a szóban, akár tudunk róla, akár nem. Vagy mondok egy olyan szót, amit ismernek már, ismerhető a 20 című versből, amelyik így kezdődik, hogy bús düledékeiden. Most itt a düledékeiden az érdekes. Azért, mert ez legalább 7 szó. Dül, régiesen a düle, düledék, düledéke, düledéke i, düledéke id, düledéke iden. Tehát ennyiből áll össze. Másik dolog, amit így verseket írván rájöttem, hogy a magyar nyelvben a jelentés tartalmat a mással hangzók hordozzák elsősorban. Tehát ha
csupa más hangzókat mondunk, mi magyarok, akkor is megértjük egymást. Nem csak ilyen esetekben, hogy tilpli migyi hízi, itt zidi misdi csihi, ugye, mert ez egy ismert szöveg. Talpra magyar, hi a haza. Ezt tudom mondani, telpra magyar, heheze, tölpra magyar, heheze, akkor is megértjük. De közönséges szöveget. Elég azt mondanom, hogy ti migyirik, figyeljitek inrém, likti migyirzitek, mitikirik, mindininiktik. Négyén figyeltek, mégis értitek. Csupa ível. Most ebből következtettem arra, hogy ahogy a természetben is van, a csecsemő is először érzelmi hangzókat ejt, azaz nem is hangzók azok, magánhangzók. És amikor a tudatosság elkezdődik benne, tudatos gondolkodás, akkor kezdi formálni a mással hangzókat. Vagyis az értelem a mással